kiszereltük az ülést, és ilyen szivacsot és egy ilyen tengeri kajaknak az ülését tettük be, amivel hát a vízvonal alá tudott ülni, és ezáltal sokkal stabilabb volt. Szipola Antal, a Vitálklub elnöke mutatja, hogyan alakították át a székelyföldi származású, de az anyaországban élő Bálintev Gyula számára az általuk épített kajakot. A hajón székelyföld zászlaja, a hasán pedig az expedíció útvonala, a KMDT, azaz a Küküllő, a Maros, a Tisza és a Duna kezdőbetűi szerepelnek. Ugyanolyan portyakajaknak a gyártásába fogtunk, mint amit itt a csónakázótavon bárki kipróbálhat. Nyilván a Gyula igényeinek nagyobb rekeszekkel láttuk el, és ismerve az útvonalat, tehát a sziklás, zúgós küküllőre plusz 5 réteg üveget tettünk az aljába, plusz kormánylapáttal láttuk el, és egy ilyen kormányvédővel, tehát szintén a kövekkel való találkozás kivédésére. Bálintev Gyula 22 nap alatt közel 1000 kilométert tett meg. Lassan 10 éve valahogy nagyon bejöttek nekem az ilyen hosszú távú túrák, 2-3 hetes túrák, tehát ez volt az elsődleges, hogy ilyeneket tervezek, és az, hogy konkrétan ez a túra pedig, hát az előző hosszú kajaktúrám óta, ami a Duna végigevezése volt 2014-15-ben, eltelt 6-7 év, és úgy éreztem, hogy jól lenne már menni. Legnagyobb kihívást azt mindenképp a Küküllő jelentette, olyan szempontból is, hogy nem voltam benne biztos, hogy evezhető, mint kiderült, ilyen hosszú távú jelleggel nem is igazán evezhető, tehát ilyen kis rövidebb túrákat lehet rajta csinálni, de minden település fölött gát van, plusz még egy pár árvízvédelmi berendezés, ilyesmi, úgyhogy nem alkalmas arra, hogy ilyen napi 60-70 kilométert evezzen rajta az ember. Bálintev Gyula a közeljövőben a Tiszán szeretné végigevezni, és a Balaton kerülést is betervezte. A Vitálklubban tartott élménybeszámolóján több az egyesülethez kötődő különleges világjáró is részt vett, így például Mészáros János ultratriatlonista és Fidel László olimpiai ezüstérmes ötszörös világbajnok kajakos is.